Kocsis Máté, nagyon örülök neki, hogy Máté elfogadta a meghívásomat, és nagyon jó, hogy tudtunk ma beszélgetni egy fél órácskát most, hogy megérkezett Csümegre, és lejött ide erre a egyébként nagyon fantasztikus rendezvényünkre. Igen, elmeséltem neki egyrészt azt, hogy mi a helyzet a városban, mi a helyzet az utóbbi 4 évben, és milyen kilátásaink vannak a jövőre, mit szeretnénk mi itt helyben, a Fidesz-KDNP, illetve a velünk szövetséges, mondjuk így, hogy a polgári, civil erők. Nagyon tetszett neki Sümeg, járt már itt korábban is, de elég régen, és a várat természetesen azért ismerte. A várkapitányban ittunk egy kávét, ott beszélgettünk most fél órát, illetve a hotelkapitányban, elnézést. És ő is úgy gondolja, hogy valóban igazam van abban, hogy Sümeg belvárosát, egész Sümeget fel kéne arra a szintre emelni turizmus tekintetében, és hát ebből adódóan aztán később nyilván a fejlesztések, maguk az épületek, a város tekintetében is, mint a hotel kapitány és a vár környéke, tehát egy olyan szintet. Ő teljesen osztotta azt a véleményemet, amit én már többször megfogalmaztam korábban is, itt a kampányban is, hogy Sümeg adottságait ki kellene használni, és Sümeg előtt valóban nyitva áll az az út, hogy Magyarország egyik legnagyobb turisztikai attrakció legyen, és ez a 6-7 ezer fős kisváros egy rövid időn belül, szerintem viszonylag rövid időn belül meg fog tudni élni a turizmusból. Addig természetesen dolgozni kell máson is, tehát a munkahelyteremtés nagyon fontos, ezt ő is kiemelte, tehát ő is úgy látja, hogy ahol 10% fölött van a munkanélküliség, és ahol sajnos a fiatalok zöme kénytelen Ausztriában és Németországban munkát vállalni, ott valóban ez az elsődleges lépés, a munkahelyteremtés. Tehát azt tudom elmondani, igen, Kocsis Máté egyetértett a programunkkal, és nagyon jól esett, hogy nem csak a saját maga, hanem a Fidesz-KDNP nevében is támogatott, illetve biztosította a támogatásáról. Itt a kampányban a legtöbb rendezvények azon kívül, hogy ismertetik a programjukat, a kikapcsolódásról is szól. Miért pont ezt a fajta megoldást választották? Azért, mert úgy gondoltuk, hogy azoknak a lakossági fórumoknak, politikai fórumoknak az ideje lejárt. Legalábbis mi ezt érzékeltük. Tehát 4 évvel, de már 8 évvel ezelőtt is, hogyha igazán nagy neveket, úgynevezett nagy neveket, országosan ismert politikusokat hívtunk, hát akkor is elég nehéz volt megtölteni mondjuk a sümegi kisfaludi művelődési ház, színház termét. Ez az egyik oka. A másik pedig az, hogy valószínűleg így lehet az emberekkel közvetlenebbül találkozni. Tehát ez teljesen más stílus, mintha valaki leül a színházteremben és végighallgatja a színpadon szónoklatokat tartó politikusokat. Így lehet elbeszélgetni egy pohár fröccs, vagy most éppen egy korsó sör mellett, az ökörhúst vagy a malachúst eszegedve. Én úgy gondolom, hogy ilyen kellemes környezetben még jobban megnyílnak az emberek, a sümegi választópolgárok, lakosok is, és elmondják azokat a problémáikat, amik nyomasztják őket. És én nagyon fontosnak tartom ezt a párbeszédet. Én a politika szereplői között is a párbeszédre törekszem, és nagyon elégedett vagyok tulajdonképpen ezzel a mostani szövetséggel, ezzel a mostani állapottal. De nagyon örülök neki, hogy sikerült ez az összefogás a Fidesz-KDNP és a civil polgári szervezetek között, tehát a polgári önképzőkör és a vállalkozói baráti kör között. Én úgy gondolom, hogy így együttesen képviselünk mi olyan erőt, egy olyan innovatív energiát ebben a városban, amire hosszú távon építeni lehet, és természetesen a lakossággal is kell a párbeszéd. Azt már sokan megígérték korábbi kampányokban, hogy majd fél évente, meg nem tudom én hány havonta tartanak lakossági fórumokat. Én a magam részéről valóban megígérem azt, hogy minimum évente egyszer valóban egy olyan lakossági fórumot fogunk tartani adott esetben, ahol mindenki elmondhatja hát az ügyes-bajos dolgait, a véleményét,
természetesen azokat, amelyek valóban a város fejlődését érintik, vagy a város lakók jobb létét, jobb közérzetét.